Ez csak felkelik, vasárnap jó rég vál. Én ezt csak megmosdjam világi bűnömtől. Én megkendeződém bűnös kendezőmhez. Én nyakomba válték három singol vasút. Honnod kisétalék kivél a kártembá, honnod feltákinték fel magas menyákba. Az lejön, nincs férhez menve soha. Az itt maradott, itt ültek itt. Csak itt ült, itt egy szomszéd volt velem. Hát az ilyen volt, mint mű, sustad ő. Ő beszélt a hót, akkor lámába szuntod, de nem volt lehetséges. Ez egy hazugság volt. Ő csak menegetett a templom, igaz, minden nap elment a templomba. Minden reggel. Aztán tartott kacskéket, juhokot, tehányeket. Mindenki tudhatta, hogy az nem igaz, hogy hótval beszéljen valaki, vagy szentekvel, vagy miket mondott ő. Semmi nem volt igaz. Az élő ember a hótól nem beszélget soha. Ha nem lát, a Biblia nem mondja őt. Hótokról nem lehet beszélgetni. Hogy csak ő, más senki sem. Az nem beszélget, csak ő. Nem létezik a hótokról beszélget többet. Nem létezik. Így látta Jézust, így kell csinálni, hogy Jézust megnyárjuk, Jézusról jól legyünk. Ott, mint tanította a népeket, a kölykeket. Én mondom, minden megtörtént, a világ áramlott, élnek a nyám a nyámval, minden megtörtént úgy rendre, olyan, miket ő vesztírta, az minden megtörtént, de lassabban, tudod. Amikor eljött édesanyám ide, akkor azt mondja, gyere, menjünk el ahhoz, az Ilonához, lássuk, hogy miatt azt mondja, meg van hallva az édesanyám, és lássuk, hogy találkozott-e, valóan látta-e. Azt mondta, hogy látta, hogy egy ilyen téren fűvász tér volt, ment egy olyan összfenyen. És azt mondta, hogy imádság.